Szent György Albert halálának 35. évfordulóján, október 22-én vette fel a Nobel-díjas biokémikus nevét a Jászfényszarúi Egészségház. A város képviselőtestülete névadásról szóló döntésével jelezte, továbbra is kiemelt figyelmet fordít az egészségügy fejlesztésére. A tudós, mint tudjuk, 1893. szeptember 16-án született. A C-vitamint felfedező tudós életéről, küzdelmeiről, sikereiről a város díszpolgára dr. Lakatos Béla főorvos adott átfogó képet avató beszédében. Szent Györgyi élete azonban nem csak a modern tudomány eredményeiről szólt, megmutatta, hogy az orvoslás ennél jóval összetettebb. Üzenetét a következő orvos generáció számára is megfogalmazta. Napjainkban már érzelmekre próbáljuk megtartani számítógépeinket, de ez még nem a vég. Jön a dataizmus kora, amikor már minden csak algoritmusokkal fejezünk ki, és mi emberek magunk is algoritmusok leszünk. De egy dolog van, ami azért még ebben a kicsikét kilátástalan tűnő világban is, hát úgy szemetek előtt kell tartson, a gép nem tanítható meg emberségre. És emberségre valahol mindig szükség lesz. Az avatóbeszéd után a főorvos és a város polgármestere Győriné dr. Ceglédi Márta leplezte le Szent Györgyi Albert emléktábláját. A tudós márványtáblán elhelyezett arcképe Szabó Imre fia Béla szobrász művész alkotása. Az ünnepség teremtett alkalmat ahhoz, hogy Basa Éva nevelőszülői tanácsadó számára átadják a köszönet az évekért városi elismerést, amit a Szent István napja alkalmából szervezett ünnepségen nem volt lehetősége átvenni. Van itt egy csapat, amely jelen pillanatban is a település egészségét szolgálja, és akikre mindig számíthatunk. Ennek érdekében szeretnénk átadni némi ajándékot és oklevelet, hogy megköszönjük azt a munkát, azt a hihetetlen bizalmat, azt a tudatot, hogy ha valami baj történik, akkor számíthatunk rájuk. A település díszpolgára számára Szent Györgyi Albert emlékplakettet adott át a város választott vezetője a névadóra emlékezve. Jászfényszarú házi orvosai pedig a jeles nap tiszteletére és munkájuk elismeréseként emléklapot és emlékérmet vehettek át. Az ünnepség a város 1956-os emlékművénél a Papkastély udvarán folytatódott. Az 56-os forradalom méltán írta be nevét nagybetűvel országunk legújabbkori történelmébe. A megemlékezésre érkezőket Bordásné Kovács Katalina Petőfi Sándor művelődési ház igazgatója köszöntötte. Megyünk. Valami lehetetlen áram lesz, szívünket befutja. Akadozva száll még az ének, de már miénk a Pesti utca. Nincs már teendő. Ez maradt. Csak ez maradt már menedékül. Valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl újjongva csapnak. Kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak, ismét miénk a Pesti utca. Unomorod kenyeret, urat és agarat, leveles ágnak lehajtom nyakamat. Az ünnepi műsort követően a 65 évvel ezelőtt kitört forradalom eseményeire és az utókor előtt példaként álló fiatalok helytállására Kotánné Kovács tíme a történelem tanár emlékezett. Bibó szavaival a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. De hol van az a pont, ahol az értelem és a szándék a megbénító félelem ellen fordul? Kik azok, akik szembenéznek a halállal, a megtorlással, és azt mondták, ha ez az ára, sem hajlandók tovább félelemben élni. Nem hajlandók a lelkük szabadságát, a levegőt adni. 65 évvel ezelőtt a magyar nép azt mondta, hogy elég volt, és meghasadt az égbolt. A forradalom ugyan elbukott a sokszoros túlerővel szemben, de az azt megelőző rend már nem térhetett vissza. Mindszenty József bíboros visszaemlékezését idézte fel az előadó. A rendszert az egész magyar nép söpörte el, és csak a sokszoros túlerő tudta sokára elnyomni. De a régi rendszert már soha többé nem lehetett ráerőltetni a magyar népre. Így vezettek el az események a sötétségből a fénybe, hogy aztán 56 csillaggá váljon. Olyan csillaggá, ami a rendszerváltásig biztos reményt adott a magyarságnak. A megemlékezés zárásaként a résztvevők a tisztelet és az emlékezés koszorúit helyezték el az emlékmű alapzatánál.